Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban olyan könyvekről fogok egy kicsit beszélni, amik itthon nekünk megvannak, nem nekem személyesen, de így családügyileg, és el szeretném őket olvasni. Tavaly valamikor csináltam egy ilyen videót, olvasatlanok címmel, és akkor ennek azt ide belinkelem, és ennek a videónak úgymond a második része lesz ez a mostani, mert azóta jöttek új könyvek így a családba, és vannak új könyvek, amiket el szeretnék olvasni, meg vannak könyvek, amiket rájöttem, hogy el szeretnék majd esetleg olvasni, hogyha lesz rá idő. De akkor nézzük, hogy melyik ezek a könyvek, mert azt hiszem 15 könyvet sikerült összeszednem. Igazából a könyvek, az összes könyv közül kettő olyan lesz, amit most felmutatok, ami konkrétan a sajátom. Az összes többi az ilyen családi, másoké. Az egyik ilyen könyv az a Babaház úrnője. Nemrég anyukám kapta születésnapjára, és valami holland családtörténetet beszél el, de igazából annyira sokat nem tudok róla. Elolvastam a fülszövegét. Egyébként ez egy ilyen női sokról szóló könyv, szóval ebből a szempontból érdekel. Pontosan nem tudom, hanyadik századi Hollandia, de Hollandiában játszódik. Ja, itt az évszám, na, tudtam én. 17. századi Hollandiában játszódik, és a fiatal feleség a férjével Amsterdamba költöznek, és itt kiderül, hogy nem is olyan tökéletes, vagy nem úgy alakul az élete a lánynak, ahogy ő ezt eltervezte eredetileg, így nagyjából ez a története. Aztán úgy vagyok, hogyha már megvan itthon, akkor majd egyszer elolvasom, hogyha ilyen felnőttebb könyvre vágyom a fantazik után. Másik könyv, mert ez a kettő volt most legfelül a kupacban, szintén anyukám kapta születésnapjára, és egyébként ez a könyv így érdekel is, mert ez az egy amerikai házasság, ami egy fekete házaspárnak a sorsát követi végig, és ami miatt leginkább érdekel, mert nekem azt mondták, hogy ez a könyv hasonlít Celeste Eng könyvének az, amit sohasem mondtam elhez, hogy ahhoz hasonlít. És ez a könyv nekem nagyon tetszett, és ebből kifolyólag erre is kíváncsi vagyok. Ebben pedig a házaspár férfi tagját hamisan megvádolják erőszakkal, és őt ezért börtönbüntetésre ítélik, és végül is ez így a családnak kicsit a, vagy hát a feleségnek, meg a férnek így kicsit az eltávolodását eredményezi, meg ott történnek dolgok, és utána meg kell birkozniuk a múlttal. Következő, amiről igazából olyan túl sok mindent így nem tudok, az egyetlen motivációm, amiért el akarom olvasni, hogy Tolkien könyv, és ha már megvan itthon is Tolkien könyv, akkor. Szóval ez J.R.R. Tolkientől a Kullervo története. És hát ide az van írva a hátuljára, hogy ez az első prózai műve, de igazából többet nem tudok, olyan viszonylag hosszúnak nem tűnik, egész nagy betűkkel is van írva. Aztán igazából szeretnék minden több Tolkien könyvet elolvasni, főleg ahogy a Gyűrűk ura köré szövődőkről, de ettől függetlenül, hogyha már ez is megvan, meg lehet, hogy ez is valamennyire hasonlít ahhoz, akkor úgy gondoltam, hogy ezt is elolvashatnám. Majd egyszer. A következő, ez egy sorozat harmadik része, és ennek az első részéről azt hiszem már beszéltem az olvasatlanok első körében. Ez pedig az utolsó boszorkány lánya, ami az utolsó boszorkány történetei sorozatnak az utolsó része, harmadik része. És ennek az első két részét olvastam decemberben talán, de akkor úgy voltam, hogy ezt a harmadik részt ezt kicsit félretettem, mert a második könyv vége az a harmadik könyv után játszódik, és így kicsit belekavarodtam, de szerintem majd most azért el kéne lassan olvasni ezt is, hogy azért ezt a sorozatot ki tudjam pipálni. Másik Fabian Janka könyv, ami régebb óta tengődik itthon, és hát mivel tetszett az utolsó boszorkány történetei, ezért voltam vele, hogy hát lehet több Fabian Janka könyvvel megpróbálkozhatnék, úgyhogy ha már itthon van, akkor a búzavirágot is majd sorra kerítem előbb-utóbb. Következő kettő, az a Bronte testvérektől kettő, az egyik Charlotte Bronte, a másik Emily Bronte, és ez a Nők az irodalomban című videómban már mondtam, hogy kéne kicsit még a klasszikusok felé egy kicsit jobban nézelődnöm, mert ez két alapmű, aztán a Jane Eyre és az üvöltő szelek, és igen, ezeket eléggé el kellene
ha már Jane Austent kipipáltam, akkor egy kicsit át kéne térni más korabeli női szerzőkre is. Úgyhogy majd ezekre. Csak tudom, hogy Jane Austen kicsit vidámabb könyveket írt, mint a Bronte testvérek, és így majd, amikor készen állok lelkileg, akkor fogom belevetni magam ebbe a két könyvbe. Jó, a következő... várjunk, nem, ezt fölírtam cetlire, mert ez jelen pillanatban nem tartózkodik szerintem a házban ez a könyv, de lényegében bármikor kölcsön tudom kérni. Ez pedig a Horrorstör, ami egy ilyen krimi könyv, és az benne így, ami legjobban tetszik, hogy hát kb. Az IKEA-ban játszódik, és minden így az IKEA nevek, meg márkák, meg minden ilyesmi van benne, és nagyon viccesnek néz ki, és nagyon érdekel ilyen szempontból, és úgyis van megcsinálva, mint egy IKEA katalógus, úgyhogy ezt igen. Azt lehet, hogy nagyon hamarosan elolvasom. A következő az most egy saját könyv, amit hirtelen fölindulásból valamiért megvettem olyan január végén. Nem gondoltam át. Na mindegy, ez a Percy Jackson első része németül. És azt hiszem közben elvesztettem a motivációmat, hogy németül olvassak könyvet. Majd még nem tudom, lehet megpróbálkozom, de most már így, főleg, hogy nem is tanulok most már németet, így érdekes lesz. De majd meglátom, lehet, hogy ez lesz az a könyv, amit megvettem, és soha nem fogom elolvasni, csak így nézegettem, hogy hát igen, szándék meg volt. Nem tudom. Igazából már annak örültem, hogy az első mondatot a könyvben megértettem, de csak már tudom kívülről a Percy Jacksont magyarul. A következő, hát ez majd karácsonykor, mert hogy Christmas Days, szóval 12 karácsonyi történet, úgyhogy karácsonyról 12 nappal ezt lehet olvasgatni, minden nap egy sztori, és ennek egy nagyon szép borítója van. Hát ez majd szezonálisan karácsonykor lesz jó, mert olyankor azt jó olvasni karácsonyi könyveket. Úgyis szerintem tavaly egész sokat, ami így itthon megtalálható volt, kiolvastam, úgyhogy kell idénre új. A következő Karen M. McManus-től a Two Can Keep a Secret, ez... hát ezt már mondtam a nyári elolvasandó könyves videómban, hogy ezt el szeretném olvasni. És a Lehull a lepelhez hasonlóan, ebben is gyilkosság történik, és azt kellene fölgöngyölíteni, és itt most bárkirálynők halnak meg benne. Azután emlegettem a videó elején Celestenget, és neki a másik könyvét most már nagyon időszerű lenne elolvasnom, mert az Amit sohasem mondtam át, kb. Egy évvel ezelőtt, több mint egy évvel ezelőtt olvastam. A másik könyv pedig a Kis tüzek mindenütt, és igazából két családot ismerünk meg nekik a hátterét, múltját. És alig várom, hogy ezt is elolvassam. Azután Graham Nortontól a Holding, amire igazából azért gondoltam így elsősorban, hogy elolvasnám, meg Graham Norton bírom, meg szeretem nézni a showjának a videóit, mert vicces. És ebben egy kisvárosban történik valami bűntény, valakinek megtalálják a maradványait, és ennek során a múltra derül fény, tehát mindenkinek így megismerjük a múltját, és kiderül, hogy igazából mégsem olyan tökéletes mindenkinek az élete. És attól függetlenül, hogy Graham Norton egyébként egy nagyon humoros ember, ez a könyv nem néz ki, tehát ez nem, ez a könyv nem. De már így elolvasva a fülszöveget is rájöttem, hogy igen, ez nem vicces lesz, de nem baj. És az utolsó előtti, tényleg nem tudom hány könyv az, majd megszámolom utólag, azt hiszem 15, a The Comet Seekers, és arról szól, hogy két embernek igazából a múltjáról, és hogy mi vezet odáig el, hogy ők találkoznak meg, hogy kapcsolódnak össze így a múltban, valami ilyesmi, majd nem tudom, kiderül. Igen, mert a fülszövege az elég olyan, hogy így annyira nem lehet levenni, hogy mi a sztori, de nem baj, majd hozzácsapom az elolvasandó kupachoz ezt is, mert még nem elég nagy. És az utolsó könyv, ami nagyjából 5 éve megvan, és egyszer elkezdtem, és majd egyszer befejezem. George R.R. Martintól a Tűz és jég világa. De az a probléma, hogy ez egy batár nagy könyv.
és nem éppen kényelmes olvasni, pedig amúgy elolvasni nem nagyon szívesen, de nagy és hosszú, és nem olyan, hogy beteszem a táskámba, amikor megyünk valahova, és előkapom a strandon olvasni, mert így kicsit nehézkes, de egyszer eljön a nap, mikor végre kiolvasom ezt a könyvet. Ez újabb néhány könyv, ami itthon megtalálható, és igazából mehet így egy az egybe a várólistámra, hogy el kéne olvasni ezeknek. Igazából az az előnye, hogy még sok könyv, ami a várólistámon van, olyan, hogy be is kéne még szeretni, tehát még egyelőre nem tudom elolvasni, ezzel szemben ezeket el tudom, mert megvannak itthon, úgyhogy valószínűleg előbb sorra fognak kerülni, mint bármi más, ami a várólistámon van. És amiatt büszke vagyok magamra, hogy a másik, az olvasatlanok első videóból szerintem több, mint a felét elolvastam a könyveknek, amiket abban említettem. Nem az összeset még, de elég sokat sikerült, úgyhogy arra a teljesítményemről büszke vagyok. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!